Jó estét! Halló, halló! Oké, lövök egy TikTokot is. Na, jelmez nincs, hangos a zene, az biztos. Mondjuk így. Jelmez nincs sajnos, de van más. De még nem mutatom meg. De majd hamarosan, hamarosan. Egyszerűen nem találtam jelmezt. Volt a boltban vonatos héliumos lufi. Bocsánat a zörgésért, de itt egy kicsit rendet kell rakjak. Szóval volt héliumos lufi, azt úgy döntöttem, hogy nem kell 5000 forintért egy héliumos lufi. Úgyhogy helyette egyéb eszközt vásároltam. Üdv a TikTok népének is. No! Jó, becsatlakozunk majomhoz, elkezdjük a dolgokat, és aztán lesznek újdonságok. Készíthetitek a csatorna pontokat. De szerintem először csatlakozzunk be majomhoz. Haló. Halló, halló, jó estét! Jó estét. Tolok rád hangerőt, nehogy baj legyen. Jó. De majd visszajeleznek, hogy mizu. Nem. Meg kell jegyeznem, uram, hogy ez az intro, ez nagyon prima volt. Igen, tetszett a dalválasztás? Feletti. Jó. Tematikához illő volt. Igen, szerencsére a Spotify-on fönn van az a nóta. És mind a két példányban. Az fontos, hogy a régi és az új verzió is. Na figyelj, csinálok egy parti szobát. Szerintem úgy csináljuk, hogy azt, ahogy szoktuk, nem? Várom a linket. Jajaja. Küldöm a Discordon, mert most az van elő. És rögtön már amúgy egy viccet kérnek indítások. Na most hogy állunk a vicc mennyiséggel, mert ott aggasztó számokat mondtál ma. Igen, végül akadt, csak arra kellett rájönnöm, hogy ezek a vasutas poénok ugye általában ilyen letűnt idők gyermekei. Igen. Olyan szempontból, hogy ugye ez még az informatikus era előtt készült, és az emberek általában eltévedtek, és rossz vonatra szállnak, és ezt figurázták ki legtöbbször a viccekben. De akadt, találtam azért. Jó. Na, találtam egy európai Train Places térképet, lehet, hogy Ó, ez azzal az. kezdünk. Na, Igen, és sí. igen, tehát ugye csak vasutas mód egész este, kivéve, hogyha kapok kalózmódot. Ez lesz a meta. Iszom egy kortyot. És igazából ennyi. Aztán megyünk majd 2v2-zni, és ott is ugyanez. Még egy olyan Igen. technikai jellegű kérdésem lenne, hogy akkor a mémes mappához hozzáférsz-e? Mert Igen, ugye ez már volt, és láttam is. válogattam. Látta. Tettél bele azóta? Nem. Jó, Az a megvan nyitva. 18 darab van, azt hiszem. Jó, megvan nyitva. Lesznek vonatos mémek. Milyen egerem van? HyperX egerem van, így néz ki. HyperX Pulse Fire Dart, ez a neve. Na, szerintem indítsuk is el. Moving nem kell, healing nem kell. Ben vagyok a partiban, nekem most Ben valami vagy. furcsa. Látod a partit? Tökéletes. Nem, azért mondom, hogy valami furcsa nekem. Ó, de meg Hát vagyok, jó. frissíts. A másik Google Hogyan tabra raktam. lehet leggyorsabban haladni az úton? Hát ezt most nem tudom megmutatni, de úgy, hogy rákattintasz a nyílra, és aztán tartod a Space billentyűt. Elindította, elindult nálad is, remeken. Igen, szuper minden. Oké. Úgy érzem, ez nem lesz a kedvenc mapom. Nem.
Magyar vasút állomás pálya? Hát kipróbáljuk, hogyha publikálva van. Szerintem szívesen kipróbáljuk. Ma lehet csinálni ilyeneket. Láttok, hallotok mindent? Majmot is jól halljátok? Légy jelezzetek vissza. Ez nagyon tetszik, hogy panorámázva van a vasútvonalra. Ez nagyon jó. Hát átgondolál, itt eléggé bajban vagyok. Igen, felettém. Ó, oh, aha. Ó, oh, nem, amúgy nem vonatra raktam az előttet, mert rögtön az első tippemet elrontottam. Ejjjj. Csúcsú. Szerintem nem vette észre senki. Amúgy is közelebb voltál, úgyhogy... Ah, oké, okay. Nice. Ah, volt a izén, volt a korlátlani D956 felirat. Oké, okay. Azt nem láttam. Ez nagy találat. Oké. Okay. A vad szkennelések ideje már is eljött, úgy érzem. Igen. Ezt tuti itt kell, hogy legyen. Nem lehet máshol, csak meg kell találni. És ami még nehezebb, kell találni hozzá egy vasútvonalat is. Miért nem találom meg? Confused vagyok. Na mindegy, meguntam. Itt jön a vasút. Őshonos állatot. Már is. Egész jól bírja ez a... ez a földgömbbe a megpróbáltatásokat amúgy. Ó, annyira fun. Szép. Megtaláltad az utat? Nem. Még most se látom, hogy bezoomoltam. Nem tűnt annyira délinek. Szóval Olaszországban nincsen állat, kizárólag a Kolosseum van. Lehet majd Magyarország, szerintem megyünk majd Magyarország vasutat egyet, mert miért ne. Ma ilyen fun, bolondozós este van, tudod, és ilyenkor lehet csinálni hülyeséget is. De mi az, hogy Olaszországban nincs állat, csak a Kolosseum? Hát mert úgy van a... most ezt nem tudom megmutatni a kamerán, de az a lényeg, hogy vannak nevezetességek is rajta. Már jaj, tudom, rakni. Tudom, emlékszem, várjátok, emlékszem. Hogy tudom ezt megmutatni, jól? Hol van? Ott van. Ott a Kolosseum. Látjátok? Na remélem, hogy helyre jön a... a zoom majd. Most meg kéne gondolkozni azon, hogy hol vagyunk, igaz? Úristen, mennyi vágányt találtam itt, hallod? Ezt nem hiszem el, hogy ez tényleg így néz ki. És ez egy ilyen igazi klasszikus vasút, hogy hívják ezt, altató. Ahol alszanak a vonatok, tudod? Akkor olyan jellegű, mint a keletibe, csak gondolom ötször nagyobb. A keletibe van ilyen? Hát egy van egy néhány ilyen vakvágány. Hát kör alakú nem, de hogy vannak... Tehát olyan, hogy, tehát olyan, hogy ilyen ja. Korakban vannak a garázsok, és akkor rámennek a középsőre, és azt beforgatják úgy, hogy ki tudjon menni. Forgatónak hívják, ezek szerint Darkside Hungary tudja. Szurkolok-e majd Bakonyéknak? Igen, lesz stream amúgy? Mert azon is gondolkodtam, hogy esetleg becsatlakoznánk arra a streamre. De nyilván persze. Kocsi szín. Hát igen, az a kocsi szín az a cucc. A
Ahol alszanak konkrétan, nem? Fehérváron van ilyen forgató, azt mondja Experiel, köszönjük. Meg is nézem most amúgy. Hol vagyunk? Amúgy hol a vonat? Ezt nem tudom. Menjünk Eiffel tornyot, mert hogy ez nem valid. Vagy hát itt mellettünk valószínűleg amúgy, nem? Nézd csak a sövény túloldalán keletre. Ja, az lehet, igen, ott van az áram is. Itt van egy kábel, ja. Na jó, szóval akkor rendeset tippeljünk? Próbáljuk meg, ötletem nincs, hol lehet. Nekem se sok. Mit jelent az, hogy vasutas geogesszer? Az azt jelenti, hogy kizárólag vasútvonalra, tehát amit ilyen fura vonallal jelöl a térkép, ilyenre lehet tippelnünk. És ma kifejezetten vonatos térképeket fogunk játszani, és amikor majd mások ellen játszunk, akkor is próbálunk majd vonatokat keresni, vonatokra tippelni. Wow, hol van ilyen szép sorompó? Kemény. Na jó, figyeljetek, itt én voltam vonattal, szóval ide fogok tippelni. Itt szálltam le. Csúcsú! The Stevo Special. Oké. Okay. Ötven vágány van ott, amire az előbb... hogy Finnország, oké. Okay. Az a... mi volt? Az Bordó, ugye? Ó, még élek. 50 vágány, azért az kemény. Annak az irányítása az biztos van olyan komplex, mint egy légirányítónak a dolga, nem? Hát nem tudom, mennyire forgalmas amúgy egy ilyen... Hát... ilyen forgató. Hát most, ha belegondolsz, néhány percenként jön egy vonat egy Budapest méretű városba is. Hát jó, csak általában az ugyan, hogy az egyik megvárja a állomás előtt a másikat, tudod, aztán. Nem tudom. Hogyha valaki esetleg ilyesmi bedolgozik, akkor azt az mondják, hogy információt elérjük. Elektromos váltó van ott. Azt, ha már ilyen is van, hát ezt én találtam ki. Azért van. Vagy hát lehet, hogy már volt ilyen korábban is, de néha jutalomból ilyesmit csinálunk. Nem találom ezt a városnevet, ha ez városnév egyáltalán. Na, a forgató nem az érkező. Aha. Azt értem. De hát ott volt... oh, shit. Ott volt rengeteg vágány is. Crazy Train, az nem tudom, hogy az mi. Na, szép volt, uram. Menjünk egyet akkor a... annyit beírok, az elég? Nem. Ha beírom azt, hogy vasút, akkor mi történik? Hát... itt van egy olyan, hogy magyar vasútállomások, de ez HK21 térképe, nem pedig Bazsié. Megnézhetjük ezt is, nem? Megnézhetjük Bazsinak az accountját, hogy publikálta-e már a térképet. Hungarian Railway Stations, ez a neve. Úgyhogy... most így lehet, hogy kiléptem a... nem, itt vagyok. Jó. Meg vagy. Meg. Bazsi, megvan. Na. Most ebben jól megalázhatsz. Flow lesz az elvárt. Ó, persze, Magyarországon nem én vagyok a menő. És amíg elindul ez, addig elindítom az új közösségi kihívásainkat, mert hogy kettő lesz egyszerre. Nem tudom, hogy ezt engedi amúgy a cucc, de megpróbáljuk. Hol egy... ah, oké, okay, never mind. De várj, ez nem... van ilyen vona? Beszarás. Vakon vagyok, nem itt kell lennie, de itt van. Ja. Hát technikailag, figyelj, vonatnak van jelölve.
hol van a megálló? Á, itt. Nem tudom, miért rácsapt. Oké. Jó, stimmel, stimmel a dolog. Csak azért kell, megbüntet, hogyha nem. Na, elindítom az elsőt. Elindult. Ez nagyon ismerős nekem ez a hely. Nevermind. Csak egyszer voltam itt életemben, azt hiszem. Ó, oh, igen. Hát... talán ez a vágány. Ez elég sokáig el fog így tartani, lehet amúgy. Hát, vagyis hát igazából csak addig, amíg nem kapunk egy olyat, amit nem tudunk. Ha nem tudjuk a települést. Igen. Ez most egy, ez a Bazsinak a magyar vasutas térképe, igen. Na, kezdődnek a bajok. Oh, shit. Ó, vej, hogy ne találjam ezt meg. Biztos itt van a képemen. Az a baj, hogy magyart játszunk, ez így nagyon sok ideig fog tartani, amikor ilyen városok vannak. Mindig eljön az a másodperc, amikor úgy döntök, hogy ennyit nem ér az, hogy ezt csináljam. Szóval... nevermind. Azt hittem, hogy megvan, de nem volt meg. Ez az idő eljött most. Gondolom, te is 100 várt találtad meg. Nem, én Ságvárt találtam meg. Azt is láttam. Ja. Ott van Sárvár is, de az se az. Az ilyen kisebb térképekhez nem lehet állítani a sebzés intenzitását, dehogy nem, állítja ő magától. Tehát itt, hogyha nagy a differencia, akkor óriási sebzések lesznek, csak hát eddig 5K-k voltak. Most az 5K az 5K. Ez valahogy nem adja ki. Itt is biztos, hogy voltam már. De egy darab szöveget nem tudok elolvasni, nem tudom, te hogy vagy vele. Gőzöm sincs. Annyit látok, hogy centrum, de hogy az nem segít, ugye már. Hol van az, ahol ilyen közel van a túloldal? Próbáljuk ki ezt. Amúgy ez még útiránynak is. Kb. Jó. Csúcsú! Tényleg ez az? Nem mondjátok, hogy eltaláltam. De. Ezt tudtam, csak azért tippeltem ide, mert erről tudtam, hogy ez olyan, hogy mindkét oldalán van ház. Mert amikor a pogány induló dalat kerestem, az itt forgott, a túloldalán ennek, tehát az északi felén. És csak ezért tudtam. Na, itt a következő, csodálatos. Ezt nem fogom keresni, úgy döntöttem, szóval Vibe-ra megyek. Nézzük a Vibe-ot. Nem sok Vibe-om akad. Úgyhogy ide jövünk. Csúcsú! Köszi a hidratálást! Ah. Oké, okay. Szatymaz külső, meghaltál, nice! Na, most már van 70 néző TikTokon is, meg Twitchen is, ideje megmutattam a propomat szerintem. Szóval ezt nézzétek, mint van. Még világít is. Amúgy nem kapcsoltam fel a lámpát, amiatt nem szólt senki. Tú-tú. Amúgy egy kicsit megijedtem, hogy sípot vettél. Sípot? Hallod? Ma feldörömböltem a fentieknek, nem léptél ki amúgy. És
ezek a parasztok visszadörömböltek, hallod? A gyerekek futkostak tovább, és a szülők megfogták, és visszadörömböltek. Hát komolyan mondom, a pofám leszakad. Mit menjünk? Beírom még egyszer, hogy train. Van egy I like trains, amit egy Basmania nevű felhasználó készített. Szerintem ez a ma estére tökéletes. Igen. Csúcsú. Szerintem ezután megmehet az első vicc amúgy. Lehet, hogy lesz még ilyen magyar, mert miért ne. Éghetünk egy kicsit itt a nép előtt, hogy nem tudjuk, hogy mi hol van. Speaking of... Várjál, nem találok vonatot. Na jó, biztosra megyünk. Itt van. Szoros volt. Amúgy gondoltam, hogy éjszakra kell menni, mert elég dombos volt. De hát nem merek. Csak úgy. Ez lehet, hogy az egész világon van amúgy. Mármi? Ja, maga a térkép. A térkép, aha. Hát ezt... Mikor gondolom, te is bele vagy hajolva a monitorba, persze, egy 3 centire. A webkamerása látszódom ilyenkor. Oké. Okay. Jó, jó. Ah, nevermind, találtam valamit. Csú-csú. Amúgy nem tudom, hogy kell csinálni. Ja, és a másik oldala, az rendőrös. Úgyhogy azt nem mutogathatom, mert kamu. De az is világít, megmutatom azért. Szép találat. Oh, ne. Ez mi? Mi az oszlop? Mi az a festés rajta? Ez nagyon rosszat tesz az agyamnak, ez a kompozíció. Nem teljesen értem, hogy mi történik, de én ezt megtippelem itt. Én is. Kell ebben melegítés. Hogyha India lesz, az nekem azért furcsa, mert nem lóg az emberek, vagy nem lógnak emberek random a vonatról. Igen. Nem csak Európa van, itt az első nem európai helyszínünk. De eddig európai térképeket játszottunk. Basszus. De kurva ismerős ez. De rohadt ismerős ez. Próbáljuk ki ezt. Nürnberg. Nevermind, nem tudtam. Voltál? Hát lehet. Bambergben voltam, az úgy emlékszem, hogy közel van hozzá. Most ezt megnézem. Hol van Bamberg? Itt van Bamberg. Ja, szóval Nürnbergben lehet, hogy voltam, de nem a városban, hanem egy ilyen, nem tudom, valami Hitler múzeum van itt valahol, és ott. De nem emlékszem pontosan, ez több mint 15 évvel volt, szóval... Nem tudom. Orosz vonatos. Nem tudom. Ott van ilyen sok vonat coverage. Um.
Komolyan mondom, nem olyan egyszerű itt vonatot találni. Hallod? Most A ez mi? színes utak itt nem vonatot jeleznek, nem tudom, ahol Lehet, hogy csak az jelnek. metróvonal. De igen, M betű van ott, hogyha rázom. Megőrülök. Ah, találtam egyet. Hála az égnek. Azért azon Én kikapni, még hogy nem nem. találunk metróvonalat, az kellemetlen. Én még nem, de csalni fogok. Csalni fogsz a metróval? Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak. Menjünk ide. Ez itt jó lesz. Van bárki, aki vasutas amúgy a streamen? Az jelentkezzen. Azt megpróbáljuk ma este nem megsérteni. Hát azt nem hiszem, hogy sikerül. Ó, véletlenül eltaláltam a város. Jelen? Na, elmondod, hogy ezt hogy kell csinálni, hogy jól csináljam. Uh-oh. Nem akartam ide jönni, de itt sincs vonat, vagy? Nem. Nem lehet. De oda nem akarok tippelni. Jó, ez itt jó lesz. Biztosító berendezésekkel foglalkozol? Oké. Okay. Kamionos mikor lesz? Only autópálya, vagy az túl easy lenne? Hát az valószínűleg könnyű lenne, így is gyakran autópályákra tippelünk. De valami ilyesmi lesz. Ó, oh, oké. No, ezek talán gyektől volt neked is a vibe-od? Vagy te láttál Nem, valamit? nekem a rács alakú, vagy ilyen rács szerkezetű villanyoszlop volt, nagyon török. What? Csak nekem tűnnek hatalmasnak ezek a villanyoszlopok. Ja, ezek méretesek. Ez? Találtam egy vasútvonalat itt. Nice. Full véletlenül. Hova vezet ez egyáltalán? Szerintem sehova. Ah, itt van a megálló, oké. Okay. Na, még az amerikai oldal kemény. Ja. Eléggé értetlen voltam egy darabig. Nekem a Walmart volt gyanús, aztán meg az, hogy van felirat ugye a Railway-zén átkelő. Ezt, hogy így full be kell zoomolni egy helyre, hogy keress egy vonatot, amúgy az nagyon para. Ez nagyon ijesztő, teljesen más, hogy kell így játszani ezt a játékot, frissítek egyet. Nice. Lehet elég. Ja. Ja. Szép volt. Na, szerintem a büntetésed lehet akkor az első viccnek az elmesélése. Hát ez nem nekem büntetés. Szóval, ül a vonaton két szőkenő. Amikor odaér hozzájuk a kalauz, megszólal az egyik. Elnézést, elvisz engem ez a vonat Sopronba? Sajnálom, hölgyem, ez a vonat Debrecenbe megy. Mire a másik szőke? Júj de kár, és engem? De
Esküvőz, utána a viccek után kéne ilyen hangeffekt, tudod, ilyen padumc. Vagy tücsök szeripelés. Vagy mindkettő. Ja, írták is a TikTokon. A Csaba írta, hogy cirip-cirip. Ja. Real. Ez érdekes. Akkor jó. Csúcsú! Az oh, komoly. Nice. Furan dobjátem láttál végre. Valamit? Dehogy is. A CZ-t láttam csak. De azt is elég későn vettem nem észre. Is. Hát gondolj, ez is ismerős. Kár, hogy ezt nem tudom kiolvasni itt a megállóban. Ez nem olyan egyszerű, nem értem, hogy mi történik. Nem, én sem. Oh-oh, nem vagyok jó helyen a TikTok szerint. Köszi az ajándékot, Ádám a TikTokon. És igaza volt. Igaza volt Amsterdammal. G betű miatt egy G betűs várost próbáltam keresni. És nem nagyon jártam sikerrel. Nem itt vagyunk, de... Na, azt csináljuk, hogy... okosan játszunk. Okosan kell játszani ezt a játékot. Na. Akkor most megkeressük az 5K-t. Hát jobbat nem tudok, mint ez. Hello FC. Highlight. A sok görgetéstől izomláz lesz a kéz fejembe, lehet? Ó, oh, nem már, nem lett meg az 5K. Másik. Azt hittem, hogy ami mellett voltunk, az egy ilyen átjáró. De ezek szerint nem. Nem találtam a 307-es. Szia, Den. Látom a teget, de nem írtál semmit. Miért van itt B-típusú guardrail? Ezt nem értem. De hát... ez ide tesz minket, ez nem jó. Én nem tudom, hogy mit látok itt. De pedig muszáj lesz bíznom benne. De hát ez nem jó, hát itt csen négy, nem?
Nem lehet ott. De mindegy, akkor is oda rakom, mert nincs más vibe-om. Tudom, hogy nem lehet itt, de akkor is. Autószereléssel járó agygörcs alatt mi sem jobb, mint a streamem. Na, örülök neki. Jó estét mindenkinek. Oké, okay, csak lengyel volt. Oké, okay. Makes sense igazából. Balti volt az első vibe-om. De egyszer nem jött össze sehogy. Nem találtam semmit. A sárga táblát láttam, és így kb. Eddig tartott a dolog. Amúgy a Twitch-en hogy tetszik, hogy kim van a szám címe? Remélem látszik amúgy, de szerintem látszódnia kell. Jó update vagy levegyem, mert zavaró. Meg hogyha máshol jobban mutatna, akkor azt is mondjátok meg. Oké. Okay. Ez is jó sokáig eltarthat amúgy. Az én őnek a szorzók lassan. A vadszkennelések ideje jön el. Ja, igen, és hol van? Szerintem nincs. Na, végre megtaláltam, Istenem. Oké, okay. Egyszer. Ez a sárga út, ez nincs is rajta a térképen. Én, na most találtam egyet. Hol van a cél? Na, akkor lerakom még, mielőtt megtalálod. Már megfogod szerintem, mert ha a többi megvan, akkor már olyan nehéz. Csak azt akarja elvileg, hogy nyomjak ide, hogyha tippelni akarok. De elrakhatom máshova, elrakhatom a sub-cél fölé. 90-es út az így sehol nincs. Nem lehet látni. Rakjam a sub-gól fölé? Szívesen átrakom, hogyha azt mondjátok. Vagy hát amúgy átrakom és megmondjátok, hogy jobb-e ott. Ennyire egyszerű. Hopp. Így mondjuk. Mit szóltok? Igazából ki lehet tolni balra, hogy csak a beállítások vannak úgyis. Mit raktál, uram? Nem láttam. Prága. Volt a graffitin egy áthúzott elbetű. Ez egy komoly járgány, ami itt mögöttünk jön amúgy. Csúcsú! Hát figyelj, valamit mindenki ki fog takarni most. A GeoGuessr-ben az a jó, hogy amit meg akarok mutatni, azt középre tudom rakni. Kivéve, hogyha NPC-ben vagyunk, de hát ritkán vagyunk NPC-ben. Szóval ennyiben jó.
Annyi info van ezeken a képeken, amúgy tök jól össze lett válogatva. Ami szerintem ez konkrétan lehet is itt. A T-Central az itt van. Hát inkább ide rakom. Ez a régió, az jobban tetszik. Oké. Okay. Akkor nevermind. Vagy inkább egy másik város. Igen. Nem frissül a zenemutató. Jót mutat. Sorry, le voltam itt most maradva. Vártam. Nem tudom, nem kezdtem elvadulni. Nem tudom, hogy mi történik itt. Itt egy ukrán zászló. Igen? Elhiszem. Hát vakon vagyok most egy kicsit. Na jó, legyen ez. Legyen ez. Azt nem tudom, hogy hol van, amit írtál a chaten. De megtaláltam. Ha erre gondolsz. Ú, az fájhat amúgy. Meg is haltál szerintem. Konkrétan az a város neve. Igen, nem hallottam még róla, nem ismertem. No. Aha, oké. Okay. Na, szerintem nézzük egy-két mémet, mit szólsz ehhez, aztán még egy-két ilyen, és utána mehetünk kettővé-kettőzni. Nagyváros, csak fociban rottyosak, ezt írta UFC. Benedek, mi a véleményed erről a Twitch-en? Generáljunk vitatkozást. No. De hogyha egy két platform között generálsz vitatkozást, akkor viszont mediátornak kell legyél, ugye? Pontosan ez a célom. Ezzel kezdjük, mert az első kettőt már sajnos olvastam. Na, a világ legerősebb embere verseny. Hát a szikla az 5-2-6, nem nagyon nyerte el a tetszésüket. A nagy súly az 8-7-6, azt már majdnem elnyerte. Egy kézzel nyitom ki a Balatoni Express ajtaját. 10-10-10. Hát az amúgy nagy stressz mindig. Én nem tudom, hogy az mitől ilyen stresszes amúgy leszállni egy vonatról. De az borzasztó stresszes. Ez a binder done that. És tudod, hogy állnak mögötted 40-en bőröndel. De ostoba voltál, és túl korán álltál fel, és oda mentél az ajtóhoz, hogy te majd megoldod. És nem nyílik. És aztán valaki odáll a másikhoz, és az meg kinyílik elsőre, tudod? Teljes kétségbeesés, amikor Julika néni 75 évesen kinyitja mellette. Hát a rutin meg az évek, az mindig felülkerekedik. Magyar államvasutak. Légy szíves, ne tedd ilyen nehézi ezeket a rohadt küldetéseket, Fortnite. Fortnite küldetés. Érj be időben az állomásra. Jó. Már kilazítottam. Ezt egy pár napig grindolni kell. Hát igen, félszér. 200 XP. Következő. Nem értem, hogy ez mire referenc. Mi ez a Tide Pods? Nem akarom megenni a Tide Podsokat. A Tide Pods, azt tudod, az a mosókapszula, amit beleraksz a izébe, és ugye ezt a 2010-es éveknek a végén Amerikában ugye zabálták két pofára. De miért? Édes Istenem. Mert amerikaiak. De meg akarom inni a tiltott nektárt.
Hú, amúgy ezekben mi folyik? Ez... Igazából nem akarom tudni, úgyhogy ne válaszoljatok. Lehet, hogy nem tetszik neked, de így nézze ki Magyarország, ha a MÁV vonatai nem késtek volna soha többet 30 percnél. Az nagyon tetszik, hogy van egy MÁV logó ezen a vonaton itt. Ez külön, külön szép. Hát Valaki nézzük. beletette a teljes Photoshop tudását. Hát igen. Elegendő volt, mert feltűnt. Nézzük meg még egyet. Amikor egy akár moderáltan is szép lány betéved az állomáson a restibe, mert mondjuk bemenekül a szakadó eső elől vagy valami. Furaszagú öreg alkeszek, akik egész nap a restiben lógnak, de sosem láttad őket még beszélni vagy bármi más csinálni iváson kívül. Engedd meg, hogy bemutatkozzunk. Ó, jaj. Fú, a resti. Nem is tudom, hogy ezt így hívják amúgy, hogy resti. Nyilván a rest, mint pihenés, tehát pihenő. Azért a magyar állomások milliójét, azt úgy látszik, hogy ezt így egész ország szerte visszaadja ez a kép. Mehet tovább. Szerintem maradhat ez a térkép, nem? Mit gondolsz? Ja, nem, ezért játszunk 2v2? Hát még egy-két 1v-t szerintem mehet. Jó, menjen. Mondjuk még egy vagy kettő, attól függ, milyen hosszú, és aztán mehet egy vicc, és mehet a 2v2. Mehet. Engedélyt adtam. Ez nagyon kretén ez a játék. Ne tudjátok meg, mennyi pénzembe került. Sokkal több, mint amennyit ér. Teljes konfúzusban vagyok ettől a körtől, most akkor újra kezdem. Hát én merek hinni annak a táblának, de... Milyen táblának? Ennek itt? Vagy a nepáli zászlónak mellette? Igen, a nepáli zászlónak, ami azt írja, hogy Madrid. De amúgy... Egy... Hát, lehet, hogy van egy darab rendszám, ami jó. De van ott szembe is. Higgyünk neki. Egy megálló nevet azért berakhattak volna. Legyen magyar. Jó, ezután lesz még egy magyar map, az úgy szerintem jó. Jó. Köszi, köszi a rózsát, Beatrix. Hát, oké. Úristen, itt is van vagy 40 vágány. Ez kegyetlen. Babe, wake up, new. Magyar prók nem tudják, hol vannak screenshot. Ajaj. Hát látom, megy a gyakorlás. Hol van? Mindjárt nézem. What? Nagyon heavy ez a gitár szóló. Én nem értem, hogy mit látok. Te érted, hogy mit látsz? Nem teljesen. Na, ezt elváltam, mert kezd idegesíteni. Hendrixnek a szólója. Generálban nézem. Hát nézd, teljesen átlagos. Átlagos szerintem. Honnan tudtad a Finnország?
Hát itt volt ez a tábla, az eléggé finn nyelvű volt, sárga volt a táblának a háttere mellettünk, meg az egyik távoli oszlop ilyen kék-fehér csíkozású volt. De amúgy nem Annyira tűnt nem érni. Finnországnak a kör, csak elhittem ezeket. Hát a indonézia tudásoddal nem tudok mit kezdeni, úgyhogy. Hát ez nekem nincsen. Szóval... akkor ez a város, mint Magyarország. Jó, találtam vonatot. Kizárásos alapon egy helyen vagyunk. Valószínűleg. De legalább, ó, ott volt Malang az egyik táblán. Hát... nem az az ember vagyok, aki felismeri, meg emlékszik ezekre. Majom, Oragari és Fondorlat megkülönböztethetetlenek. Azért az impresszív, hogy ezt ki tudtam mondani elsőre, de szerintem nem. Mármint nem tudom, nekem nem hasonlít a hangjuk. Na jó, ezeket az instrumentális szólókat is elengedjük most. Mit szólnál hozzá, hogyha ezután elmondanánk azt a viccet? Melyiket? Miről beszéltünk egész héten? Fondor lett a harmadik, akit írt a TikTokon, Den. Elmondhatod. Ha el tudod jól. Én nem tudom elmondani. Szia, Ambrus. Legyen ez. Csúcsú! Jaj. Beleütöttem a fejembe. És amúgy nem tudtam olyat venni, ami nem karcos. Már rögtön. Szóval szerintem ezeket cserélgetik a polcon, hogy ahogy mindenki megfogdossa. Mindegyik ugyanolyan karcos legyen. Na, szóval amúgy elindítom a másik kihívást is. Ha engedi, kíváncsi vagyok. Engedte. Két közösségi kihívásunk lesz egyszerre. Ó, basszus kulcs. Azt tudni tudnom kéne, hogy az mi. Szóval lesz egy rendes ilyen stream kihívás, meg van ez a másik, ami stream részlet. Ez nem itt van. Lehet, hogy nagyon kamu, amit csinálok. Nem, ez valószínűleg nem jó, amit csinálok. Oh shit. De jó helyen voltam. Ahol nem vettem észre, hogy lowcam van, vagyis nem éreztem lowcamnek egyáltalán. De itt Azt kerestem hiszem, hogy végig. azt néztem, hogy az elvileg már nem a határ túloldalában. Lehet. Lehet. Wow. Na, ez menő. Ja, ez szép. Ez nagyon szép. Ezzel felülnék egy körre, de úgy, hogy a helyi lakosok ne üljenek velem. Mind a 4 millió erre az egy járgányra. Ja, az tényleg szép járgány. De úgy nem tűnik olyan parának, most sincs rajta egy ember se. Oké. Törítem azért, mert nem megy. Lehet. Illetve akik rajta vannak, azok alszanak. Lehet.
Jaj. Tök kicsit bajba vagyok. Ezt nem értem. Megváltoztatom a Aha. véleményemet, ki kell, hogy zoomoljak, és átjöjjek ide. Így lesz a jó. Erre gondoltam. Vannak egyáltalán vonatok? Én találtam vasútvonalat. Oh shit! Az komoly. Ez nem jutott eszembe. De jó, hogy átjöttem, mert új szélandó voltam előtte. Láttam, hogy make sense így utólag, de nem, egyszer nem jutott eszembe. Megláttam a sárga, Jézusom, micsoda város van itt. A sárga cuccot megláttam, és arról eszembe jutott West Australia. Csak a kocsi kormányt meg a Westronsot néztem. Na itt hol van van? Amúgy nem is látszik a képen. Csak ezek itt. Gondolom ott megy. Hagyjátok, jó Nem helyen tudom, vagyok. Lehet, hogy tépkére. nem vagyok jó helyen. De jó helyen vagyok. Á, csak a túl... Ó, Na, ezt nyilván, nem hát itt találtam van. volna, Azt nem Roundhouse néztem Market. meg. A CN Tower-t megtaláltam, de addig már nem tudtam el, hogy megnézem a túloldalát. Skidisú volt. Menő egy hely. Menő egy hely. Most itt is baszki. Vonatot találni. Hát ez vonat. Van egy vonat ikonom. Úgyhogy én ezt... Ja, van is vonat út mellettem. Úgyhogy... Megtippelem. Ó, Nice. nice. Szép. Elég is. Az komoly. Jó volt. Vibe-ból mentél Oszakára? Aha, nem tűnt úgy Tokiónak, úgyhogy elmentem délemre. Na menjünk akkor a Bazsi térképén még egyet. Készen állsz? Jó. Lehet erre készen állni. Nem. Indítom. Ja, szóval az utóbbi hetekben gyűjtögetett rengeteg pénzeteket, csatornapontotokat most elszórhatjátok a két célra a Twitch-en. TikTokon továbbra sincs ilyen, sajnos. Miért nincs ötletem se, hogy hol vagyunk? Miért nincs fogalmam se? Ez is egy plusz 0-30-os telefonszám. Nagyon jó, ki van találva, hogy minden háttal van, ami infót tartalmazhat. Konkrétan nem tudom, hogy mi van. Ez a vibe-om itt. Úgyhogy ide fogok tenni. Csetem már vannak tippek. És kettő tipp ugyanaz, úgyhogy gyanítom, hogy igazuk van. Három tipp ugyanaz. Szép volt, hogy tudták. Soha nem voltam még itt. Ó, jaj.
Oh-oh. Iha. Azt fogjuk csinálni, itt megy a vonat. Követjük. Követjük egy darabon. Ó, oh, ideig megy, rip. Hát akkor ideig tippelek. De a cseten egyetért valaki. De nem volt igazunk. Az lett volna a másik Stopán. Régió tippem. Kaposvárnál tudom, hogy van egy ilyen kis vonat. De... nem tudom. Nem is tudtam, Info, hogy Pécsnél please. Szokott ilyen jelenni. Mondjuk ez baromi ismerős nekem. Á. Azért. Csak kiszúrta a szememet, nyugalom. Nem kell izgulni. Nem kell izgulni, észreveszem. Na, 35 méter és nem 5K. Azért ez azt hiszem 20-ig van 5 kell, nem? Hát, térképenként változik, nem tudom, hogy itt hogy van. Elhiszem. De volt már 5 kell ezen a térképen, nem? Basszus. Hát azt tudom, hogy itt van valahol, de hát... mennyire sík. Nagyon. Akkor ide kell jönni valahova. Ó, az ideig jön. Nem ide akarok tippelni, hanem erre fele. Itt van. Van. Dunántúli utcatáblák voltak. Na ez megdöbbentő most számomra. Konkrétan Dunántúli utcatábla volt. Oh shit, nem tudom, hogy ez hol van. Azt sem tudom, hogy hol keressem. Rip. Ah, miért játszunk Magyarország térképet? Istenem. Te tudod, hogy ez hol van? Nem, de hát ha szerencsém lesz. Nem tudom, hogy hol laktak a szászok. Ezek szerint itt. Mondjuk ez, ja, ez is skidis volt. Whatever. Nézők tudták. Azt nem lehet kiolvasni. Azt se. Na, mert a vibe guess akkor megint. Semmi. Semmi van itt konkrétan. Ó, valaki ki tudta olvasni, mondjuk nekem nem mondana semmit, az sem. Ja nem ezt, hanem azt. Ezt ki tudta olvasni, szép. És hol van ez a Gemenc dolog? Ez mit jelent? Mert itt nincs olyan. Az mit jelent? Én azt nem tudom. Tolna megye? Más nyelven.
Menjünk ide most. Tolna megyei volán társaság. Aha. Uff. Nem megy jól ez eddig, uram. Köszi a fagyit, de TikTokon. Nem tudom, honnan kellett volna tudni. Ami az nagyon durva, hogy berakjuk a Magyarország vonatai térképet, és automatikusan plusz 20 néző van mindkét platformon. Tudod, ez olyan, mint a TV csatornák, amikor lehet kapcsolgatni. Ezt nem tudom kiolvasni sajnos. Haló? Ah, itt van, jó. Szóval... Na, már gondolkodjunk egy kicsit, gondolkodjunk. Fogom magam, ide jövök. Itt ez jövök. Melyik hívvonal lehet? Itt jövök. Itt jövök. Na és akkor ezt kövessük egy kicsit. Nem. Nem találok ilyet. Oké. Hát pedig nagyon ott kéne, hogy legyen ez szerintem. Szerintem. Én annyira bal vagyok biztos, hogy ez nem a gödöllői hévvonal. Ez eddig tart? Nem, jön még. Igen. Nem néztem a chatet, mert látom így a perifériában, hogy pörög. Mindenki tudja, már csak mi nem. Nem találok olyat, ami jó lenne, úgyhogy meguntam. Ez Csepel felé? Biztos, hogy ez nincs Csepel felé. Ezt nem adja ki. Hallod, egyel kellett volna arrébb menjek, okay. És Pannonia megtalálom. Telep. Egyel kellett volna arrébb menjek, és jó helyen vagyok. Hát sírva fakadok. Elkanyarodtam még... balra. Először Szentendrébe voltam, és pont a kettő között nem néztem meg. Ha még kapok 10 másodpercet, akkor jó helyen vagyok. Most komolyan itt fog meghalni amúgy. Uff, hát ezt nem tudom, hogy ez hol van. Ezt még soha életemben nem hallottam. Ah, de megtaláltam. Nice. Benedek az előző helyszíntől 100 méterre lakik. Nice. 100 néző fölött vagyunk TikTokon. Őrületes. Na, megvettek az 5K. Még élek. Jöhet az 5K a chatbe. H5-ös év 5K. Na, hát, itt az meta. Esély. Itt a szansz. Itt visszavágok, nincs egy telefonkód vagy valami. Uh-oh. Mennyi? Nagyon... Ó, de várj, az nyári meta, nem téli. Jó, nevermind. Nagyon dombos volt Kecskeméthez, de úgy emlékeztem, hogy a téli meta, a 22-es copyrightos az van ott.
Andorra című dal kiváltva. Na, szerintem pont optimális időpontban csináltad. Mert amúgy is meguntam ezt a dalt. És mehet az Andorra című dal. És utána mi átváltunk 2v2-re, és néhány viccel akkor készülj, légy szíves, majom, amíg az Andorra című dal szól. Ez úgy megfelel? Zeneszerző a Geogescher guru, Moragari a barátja, de tévedésre hajlamos, úgy látszik. Andorra a cél, de hol lehet az? Zeneszerző szemecsillag készül a nevetés. Zeneszerző a Geogescher nagymester, Moragari tanítványa, de mélyre nézi a mestert. Na, ja, szóval mondom. Nagy szene. Hát most megy a szene, addig indítok egy meccset utána. Jó. Hát a Magyarország az, az vonza az embereket, szeretik. Az a ne vonza, lehet, hogy igazad van. Nagyon ismerős volt a sapka ott valamelyiken. Akarunk mozogni? Én mozoghatunk persze. Ezt például nem tudom. Piros rendszámok vannak. Ja, az egy kicsit meglepő, nem tudtam, hogy ez micsoda. Nyilván UAE. Itt van vonat. Itt lehet, hogy bajba leszünk. Itt lehet, hogy azonnal bajban leszünk. Itt vannak a piros rendszámok. Epikus az a dal még mindig. Én itt nem tudom, még a szomszéd országot keresem most, és ott sincs vonat. Nem tudom, mi a legközelebb van, azt szerintem Jordánia vagy Egyiptom. Várj, Riád, Riádot megnézem még. Nincs. Hallod? Nincs vonat. Megőrülök. Azonnal kikapunk. Kairóba találtál vonatot? Nincs csalás. Ott fixen tudtam, hogy van. Ja, értem. Azonnal kikapunk. Oké. Okay. Azt gondolom indul. Nem esik. Szerintem nem. Nem, nem. Hát jobban megyünk, akkor nem. Akkor viszont mi ez, kambó? Szerintem az. Nézzük ezt a táblát itt. Duandong. Megyek a fővárost keresek. Ott az vonat. Jó, találtam vonatot. Ez nem lesz egyszerű, hallod. Főleg, hogyha Instagesszelnek ellenünk. Nagyon főleg, nem lesz egyszerű. Keleti országokat találunk. Boy. Ez gondolom német, nem? Annak tűnik. Semmi infót nem találtam még. Mondjuk nem is mozogtam 30 méternél többet. Most átmentem a kanyaron. Nem is van a német busz megálló metát, sajnos nem tudom. Viszont átípusul a guardrail. Lőne szóval a városunk, ha minden igaz. Elvileg... Lőne. Aha, ott van egy ház, amin a hirdetőtáblán ez szerepel. De... Hát... De még nem fix, várják, ott van egy ezételme. Hannover van a 30-ason az egyik irányba.
és Hülhorst a legközelebbi város. De Hannover az a 30-as autópályán van még arrébb, úgyhogy onnan még azért messze vagyunk szerintem. Hát értem. Amíg attól még az a legközelebbi akkor, legközelebbi nagyváros. Igen, De igen. az a baj, itt van a 30-as, megtaláltam. Mit keresünk? Hülhorstot. És az is a 30-ason meglőni. van? Nem, a Hülhorst az közvetlenül mellettünk van. Én lerakom ide, ez már egy biztos jó tipp, mert van vasút. Akarunk szórakozni vele? Szerintem csak haladjunk. Nem, itt meg van lőne, amúgy. Itt van. Oh, nice. És van vonat. Ott itt a lőne, gyönyörű. Szép volt. Én is Berlin mellé akartam rakni, Berlintől délre amúgy, mert úgy emlékeztem, hogy az A-típusú guardrail az ott gyakori. Szép volt, uram. Lehet a vasúttal is nyerni. Oh boy. Hát itt instant le fogják rakni, úgyhogy... Daily izé van. Antenna. Ó, pici antenna déli, akkor ma is tanultam valamit. Nem, valami. a hurok alul. Á, jaj. Várj, mik voltak a táblán. Baszki, ez nagyon nehéz lesz. Valami quarterra, vagy micsoda. Köcsögizék. Mi az? Repülőterek. Nem tudok tippet rakni. Nem, én se találok vonatot, Peru? De... Már itt se lesz vonat, miért lenne? Metrót találtam, metrót is. Érjen a metró is. Lehetetlen, meghaltunk szerintem. Nem, még nem. A Dél-Amerikában lesz nagyon rossz. Nagyon-nagyon rossz. Azért mondom, hogy... Hát jó, de érjen a metró. A metrót hogyan találsz? Hát nagyvárosokban. Amúgy ezért láttam most, és metróvonalra raktam. Nem tudok, még mindig görögül olvasni. Mindig azt hiszem, hogy majdnem ki tudom olvasni, és aztán rájövök, hogy ötletem sincs, hogy mit látok. Gondolom a Thessalonikai vonatot teszem. Jó. Már ott volt hello, hello. Múltkor. Na, egy jó kör kell. Igazából mi a jó kör? Még ezen nem gondolkoztam. Mármint? Hát, hogy mi az, aminek örülünk, ha jön? Ja, hát Európa egyértelmű. Salida. Santiago. Victoria és Kollipulli. Pára van. Ez működik mind. De hát... itt hogy fogunk vonatot találni? Itt van... Ó, találtam! Itt van egy vonat Santiago-ban. Ha ez az a nice. Santiago, azért... Victoria és Kullipulli voltak 50 km. Victoria, voltak. Az is egy nagy hely, nem? Itt van Len Victoria. Saját vízesés van. Akkor Temuco-t lehet esetleg rakni? Temuco is van közel, igen. Itt a Temuco tábla, hogy arra van. Vasút, nem. Meg Oszernó is van. Ó, itt van vasút Temukóban. Nice. Keresünk na, egy Oszernó. Melyik irányban van Temukó? Délre. Aha, akkor indulok a vasúttal északfele. Uh-huh. És Oszornót is keres, hogyha látsz. Hát én most megyek északnak a vasúttal. Keres te is, elmegyek addig vonattal. Jó. Megyek tovább felfelé. Így még látom. De szerintem Temuco és Oszornok közel kell legyen egymáshoz. Így még pont látom. Nem tudom. Keresem azt a Pillanelbunt, vagy mi az? Lerakták. Itt van a Pillanelbunt. Itt vagyunk a átjáron, ne itt leszünk a vonatnál, nézd. Ó, már Viktóriáig feljöttem, hallod? Akkor az is jó lehet, de szerintem a... Mindig lejövök vissza. Szép volt. Nice.
163 domain megküzdöttünk. Meg megtaláltad amúgy. Komoly szkennelési teljesítmény. Az ecuadori vonatokkal már nem csesznek ki velünk. Eltűnt a... hallott. D53. Ez mi? Francia? Mi a fesz? Jersey? Jersey? Jobban megyünk. Valom, mi? Jobban megyünk. Ja, tényleg. Jó. Pillanatnyi üzemzavar. Még érünk, még bírjuk. Oh shit. Hát... akkor gánai vasútvonal, mert ez is Szenegál. Sőt, Szenegál látom. Találtam egyet. Dakarban van. Nice. Keresek neked is jó, egyet. Menjünk kifelé Dakarban. Megyek. TS-ben itt van. Vagyok Dakarban, maradjak. És itt megy egyé lefele, megyek lefele. Te mehetsz fölfele. Ez borzasztó. De eléggé kijöttem ahhoz, hogy még sebzést is okozunk, hallod? Ez borzasztó. Konkrétan, hogy lapozgatom a térképet, hogy tudjak két megállót menni. Na, egy jó Oroszország. Hát ott lesz vonat, de hova megyünk itt? Hosszú antenna, fehér autó. Biztosan Oroszország amúgy, de annak tűnik. Színes házak. Melyik oldalt van kormány? Azt akarom én is nézni. Egy jobb kormányos már talál. Ó, jobb kormányosok végtelen mennyiségben. Pont egy balos láttam, kívül az összes többiet. Hát én eddig 2x2 Ulan-Udét fogok én rakni, de te még? Na várjál, mert ettől keletre csak izé van, nem? Fekete autó, hosszú antenna van. Tehát szerintem... lehet, inkább egy Krasznojarszkot érdemes tenni itt. Nem? Ott vagyok. Ja, ez nem az. Habarovszk. Az nem tudom, mi ez a Habarovszk. Jajajajaj. Oké, pont ott volt a Habarovszk van amúgy. És azt írtak a chat, hogy onnan jöttem ki. Tedd oda. Ja, onnan jöttem ki. Azt hittem, hogy arra mondtad, hogy láttad, hogy hol vagyok. Nem. Na, én ide rakom, biztos, hogy Irlandébe teszem. Visszamész oda? Jó. Aha, már beraktam. Jó. Sima habra. Azt hittem, hogy ott csak fekete autó van, de ez fehér. Nem? Tehát én nem emlékszem rosszul a metára biztosan. Szép. Figyelj, nice. Lehet, hogy nyerünk ezzel amúgy. Lehet elég, ja. Biztosan. Aha. Bőven. Na, a Rokkomának megnyerte nekünk. Amúgy az eddigi három tematikus streamből szerintem ezt élvezem a legjobban. Igen? Én nekem az állatos volt a kedvencem. Azt szerintem nagyon vicces volt. Elmegyek egy innivalóért, addig mondasz viccet? Aha, mondhatok. Hallani fogom a viccedet, úgy csináld. Jaj, ne. Mindjárt jövök. Most megyem fenyegetésnek. Mondhatsz többet is, egy ilyen 2 perc és jövök. Jó. Hát 2 percre elegendő viccet az egész nap alatt nem találtam, úgyhogy az esélytelen. De... hú, ez így tök furcsa lesz, hogy még a tücsök ciripelésen fogom hallani a viccekre visszajelzésként. Szóval fekszik egy ember a sinek szélén, és kiabál, jaj a lábam, jaj a lábam. Jön a bakter, és csak annyit mond neki, mit kiabálsz, nincs is lábad. Oké, hagytam levülepedni. Azt mondja, hogy 3 katona bemegy az állomásra. 10 percük van a vonat indulásáig. Bemennek addig a peronra, és elkezdenek iszogatni. Addig-addig iszogatnak, amíg le nem késik a vonatot. A következő vonat 2 óra múlva indul.
10 másodperccel a vonat indulása előtt kapnak kézbe, és ketten felszállnak a harmadik legkéső vonatot, és égtelen röhögésbe kezd. Megkérdezi tőle a vasutas. Mit röhög maga félkegyelmű? Hát lekéste a vonatot. Az lehet, hogy én lekéstem, de a másik kettő csak engem akart kikísérni. Na, ez a második, ez tetszett. Ez jó volt. Ó, nem hoztam ide az innivalómat. Köszönöm az elismerő szavakat. Jól csináltad, uram, jól bírtad a nyomást. És akkor jön a harmadik, amiről ugye egész héten beszéltünk, és utána teljesen borzasztó lesz. Kérlek. Az pedig az, hogy hogy hívja magához a vasutas a macskáját. Kérlek, uram, tedd fel a kérdést. Tegyen fel a kérdést. Hát már hát... hogy jó, mindegy. Szóval gondoltam, visszakérdezel, hogy na hogyan. Ja, na hogy hívja? Mondd meg, kérlek. Hát úgyhogy... Na gyere, uram, játszunk. Lépj ki a menübe, hogy indítom. Ez chillezzen amúgy, ami most megy. Szia, Markó. Ez nem tudom, hogy ez-e, ami itt van. De itt nem lesz vonat, mi? Figyelj, valahol itt keres vonatot. Itt ebben a régióban, ahol vagyok most. Jó. Nem vagyok benne biztos, hogy ott vagyunk. Egyáltalán, de nagyon, nagyon meg akarom tippelni. Nem lesz semmi, hallod? Az utak sincsenek rajta a térképen, nem hogy a vonatok, hallod? Találtam egy utat, de az nem van. Jó, na, mi legyen? Lejjemeljek egy nagyvárosba, te maradj ott fenn, keress ott valamit. Találtam vonatot itt lenn. Hát én nem találok itt semmit. Szerintem ott lesz fönn. Nem, oké. Okay. Csak Bulgária volt. Annyira hasonlított arra az útra, ami ott van fönn. Csak az antenna nem stimmel, de mondom hát ha. Na. Most, hogy itt a remek almalét, most már menni fog a játék. Hát CZ-ben. Csehországba keres. Enyém Bruno. Jó. Ám legyen. Csú-csú! Ez vagy 5K, vagy fogalma sincs az embernek. Pontosan ez volt az a kör. Jól mondod. És az utóbbi volt. Zsoftnevi... Voxan... 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 Nem tudom... EU-s rendszámos ez, vagy mi? Vagy a ukrán? Van, hogy a piros autó hosszú antenna, az elég ukrán dolog. Én el tudom hinni, hogy ez ukrán. Vicces ez a pont be domain amúgy a izétetein. Busztetein. Az tényleg elég vicces. Figyelj, én szerintem Ukrajnát kell itt menni, hát piros autó van. Jó, legyen. Gondolom Harkivba lesz vonat. Illetve hát volt. Na. Most ők mentek Bulgáriát, úgyhogy nem azt kellett volna, úgyhogy nem lesz ló lesz. Ez, hogy nem lesz flow, lesz, megnyerjük vonatokkal. Jó. Johorba vagyunk, ott lesz vonat. Figyelj, Szingapúrba tuti van vonat. Szóval... Maximum átmegyünk. Istenem. Találtam egyet. Megrakom.
Találtad te is? Nem áll Nem, nem, nem. csalni. Itt Ezért megy egy, itt megy, buszkat tettem véletlen. itt. Jaj, akkor kösz. Ó, Szingapúrt rakott. A másik meg nem rakott. Hát vagy nem tudom, lehet, hogy Japánba ment, vagy ilyesmi. Town Center Boulevard. Evergreen. Cultural Center. Pine Tree. Masszív hegyek. Coquitlam City Hall. Micsoda? Okay. Ilyen indián nevű City Hall van. Aha. Ez Calgary, vagy mi lehet? Vancouvernél, hát nem tudom, itt lesz a vonat. Van. Jó, ide jövök. Lehet, hogy USA amúgy, nem tudom. De itt van Indian Center, úgyhogy még az is lehet, hogy jó. Ki tudja. És kell nem tudok vonatot. Oké. Nice. Azt hiszem vége. Ja. Grat. Szép volt. Játszunk még egyet, azt nézzük mémeket után. Jó ötlet, aha, legyen így. Mi ez a vonatos téma, hogy jött? A Twitch-en értékel a célt a nézők, hogy legyen ilyen vonatos, speciális stream. És ezt csináljuk. Canadian Blood Services. Hát gondolom Francia, Kanada, Quebecbe keresek. Calgaryban vagy. Calgary? Uh-huh. Okay. Csak ott nem láttam előbb vonatot, de biztos, hogy van amúgy. Ó, oh, van. Edmontonban nem láttam. Itt megy. Szép. MC Istit keresed? Én egyszer nem értem, hogy miért jöttök ezzel az MC Istivel. Én már a múltkor sem tudtam, hogy ki az, akkor elmagyarázták, nem lettem okosabb. Ó. Oh. Valami városnév? Nope. De ott van valami. Du. Kári út. Na, itt lesötleg itt. Mi ez? Ray Fülöp? Jól láttam. Ray Fülöp van odaírva. Kővágó őrs, köveskál. Badacsonyi út. Szóval működhet ez? Könyvtár és közösségi ház. Itt van kővágó őrs, tehát ténylegesen itt vagyunk. Én a könyvtárhoz mentem. Konkrétan itt megy a vonat, várj, ezt ötkázzuk már be. Hát igen, a Köveskára vezető út, az a Kossuth-Lajos utca. Itt a Káli út, a Káli úton mentünk. Vagy az aha, arra fordul mindig rá. Igen. Hát nem lesz meg az 5K, de majdnem. Hát itt de van ne, az nem rakhatjuk meg, ezt nem vonat. Vágom, csak azt mondom, hogy konkrétan itt állok most. Akkor talán ez van a legközelebb hozzá? Szerintem itt ez, nézd. Itt van ahol. Hát de itt alatta az, de vonalban nincs közelebb. Na, de mindjárt. Ja, de én már sokat mentem. Miért? Mert hogy mentem vagy 5-6-ot a templomtól. Jó lesz. Mert meg kell legyen az 5K. Meg is van, szép volt. Nice. Ja. Kell legyen valami itt. Metróvonal az van bőven. Szerintem kell akadjon vonat is, nem? Hát, itt találtam, megvan. Raktam. Zánka. Amúgy lassan kezdenek a srácok is. És látom, hogy megy a nagy gyakorlás a Discordon.
Ah, oké. Nem láttam, hol voltunk. Nem fönn északom. Északkeleten. East, Ever, vagy Litván, ez a kettő lehet igazából csak. Balti vájban volt nekem is, de még nem találtam semmit. Csak ez a kettő lehet a zebra tábla miatt. És eddig olyan szöveget találtam, ami inkább East, de közben meg a vájban az inkább Litván. Ezek a rombuszok nem tudom mit jelentenek. Kaunas van a táblán. Udalagolok. Vagy nem táblán, hanem jármű van. Mit csinál? Kaunas, már megraktam. Itt van vonat. Valami ez van egy érdekes itt. Betűtípus választás amúgy. Egy földrajz érettségi vaktérképet max pontra meg tudnál-e csinálni? Nem hiszem. Nem Milyen a volt földrajz hasonló. érettségi vaktérkép? Azt amúgy én sem tudom. Van ilyen, hogy földrajz érettségi vaktérképet kell kitölteni? Én esküföldre az érettségiztem, de olyan rég volt, hogy ötletem nincs. Vonat, please. Szleti, bebuktuk itt. Hol vagyunk? Nem néztem még. Dominikai. Látom a kocsit. Szerintem ezt bebuktuk itt. Van egy ilyen érzésem, hogy erre a szigetre nem kellett vonat. Az, hogy leraktam a márkeremet. Nézek Kubára Puertóba neked. Sincs. Csalás lesz. Berakok az óceánba. Jaj! Gondolom Puertóba sem volt volna. Nem. Nem hiszem. Én arra emlékszem földre az érettségéről, hogy hegységeket kellett mutogassak térképen, azt tudom, de másra nem emlékszem. Találtam Tiranában egyet, de mehetsz Montenegróba, ott is tuti lesz. Itt van. Kásanyi kérdezi, hogy miért zeneszerző a nevem. Van a YouTube-on egy kérdezfelelek videó, abban választ kapsz erre a kérdésre. És sok másikra is, ami most még benned van, csak még nem tetted fel. Benned van, csak még nem tudsz róla. Ja. Oh-oh. Hát Delhi van oda, szóval... Gondolom, hogy Delhit megyünk, és az Ú-Delhit. Itt van Ú-Delhiben rengeteg vonat. Mitől függ amúgy, hogy fehér vagy piros a kocsi Delhiben? Fogalmam sincs, szerintem itt kettő van. Nincs, nem hiszem, hogy van rá meta. Oké. Ez amúgy konkrétan a sínek mellett voltunk. Ja. Hol is? Itt Nigéria. Jó. Ó, nem ez airport. Shit! Ha Abudzsában nincs, akkor sehol nincs. Jó, Lagosban van, Lagosban van. De nagyon vörös, nagyon trópusi. Itt esetleg ezen a részen Port Harcourt. Teljesen rossz vagyok amúgy vonatkeresésben. Nagyon nehéz. Ó, találtam. Itt találtam egyet. Hol? Port Harcourtban. A Lagosban is van. Rakhatjuk ezt a kettőt, nem hiszem, hogy éjszakon lesz ezzel a trópusi növényzettel. Jó, akkor rakok Lagoszt. Na, egy airportot megtaláltam, hol a Boni? Itt a Boni. Ja. Egy vágányos Boni van, az szép. Ja, egy vágány találtam én is amúgy. Teljesen vad. Hát menjél Indiában. Nigériába.
Indiában mi a különbség az északi és a déli részén a nyelvben? Mert olyannak tűnik, mintha más lenne. Erről csináltam egy videót a YouTube-on. A GeoGuessr alapozás sorozatban van egy nyelvek videó, és ott megtalálod a választ erre a kérdésre. És sok másra is, ami... És azt hiszem abban a videóban, hogy nem csak az indiai nyelveket, hanem úgy az egész térséget átvetted. Igen. Éttermek stream mit akar? Ha rányomsz arra, hogy donételni akarsz, akkor kiírja azt, hogy mit akar. Tehát ilyen étteremkeresős, kaja beszélgetős, éttermes vicces, pincéres vicces stream lesz. Lehet, hogy majon nélkül lesz, mert hogy ő éppen nem fog ráérni. Mondom ezt úgy, hogy még nem tudjuk, hogy mikor lesz, ugye ez egy kicsit gyanús, de tényleg nem fog valószínűleg ráérni. A következő hónapban semmi. Ja. Ez lókem. Te elmegyek a tábláig. Van egy magyar kamion. Én bulgár kamion találtam, pont ezt akartam mondani. Nagyon laggolok, úgyhogy frissítek egyet. Az 55-ös lehajtó a Zellingstadt felé. És olyan lehajtó jelzés van, mint ami volt a Hannoveresen. Szóval, hogy lehet német. Hamburgon a táblán. Okay, yeah, Zellingstadt, Hamburg, valamik vannak. 500 méter van hamburgi lehajtó, úgyhogy. Jó, legyen. Nem vitatkozom. Mit keresünk? Zeligen. Vonatot. Zeligesta. Meg Mainhausen, és ezek mind északra vannak. Azt nem találom. Úgyhogy maradok Hamburgban, azt hiszem. Ja, én is itt a déli részén. Ó, sokkal lejjebb. LOL. Rip. Megnyerték. Honnan tudták amúgy? Mármint olyan szempontból, hogy Frankfurt mellett kikereste volna, hogy Hamburgon a táblán. Nem tudom. Valamit nézzünk tudtak. Mémeket. Nézzünk mémeket. Itt tartottunk, jöhet a következő. Amúgy vicces, hogy Nigériában ugye 218 millió laknak, és egy sávos vonat van a nagyvárosokban. Ja, az kemény. Négy kép Palvin Barbie-ról, amire azt fogod mondani, hogy hé, ez nem is Palvin Barbie, hanem a püspöklatányi mávállomás épülete. Amúgy ez egy szép épület, azt kell mondjam, hogy szép lett. Ha kedved van meglátogatni, püspökladányban van. Azt mondod, csináljunk egy IRL utazós vlog videót ehhez az épülethez. De amúgy úgy kéne egy olyan utazós vlog videót, hogy így Sopronba vonatra szállni, és utána Nyíregyházaig elvonatozni. Ahhoz nagyon sok csatornapont kell. Néhányan azt mondják, hogy Andrew Garfield volt a legjobb pókember. Néhányan azt, hogy Tom Holland. De mélyen odalent, mindannyian tudjuk, hogy a hármas vágányon tolatást végeznek a vágány mellett, kérem vigyázzanak. Ja. Zajtáig. Ez kemény. Egy nap alatt meg lehet csinálni egyáltalán? Nem tudom. Ha mákon indulunk ki, akkor nem. Mire vársz? Nem tudom. Találd ki. 36.713-as személyvonat a Nagykedeki Debrecen pillanatnyilag 149 percet késik. Én is, kisfiam. Ja, az para. Pentagon. Hexagon. Oktagon. Máfagon. Na jó, van, ennyi elég volt. Necces, Debrecen, Máté Szalka 3 óra. Ez kemény. És ez valami potom kilométer, amúgy nagyon szórakoztató az a vonal rész. Potom az elkihajtott, mert amúgy a macska meg kint van. Nem akarsz bejönni, cica? De, be akart jönni. Akkor jó. Ja, szóval költsétek el a sok pontotokat a két csatorna kihívásunkra.
A puzzle-nek már a 10%-a megvan. És az éttermes meg ráér igazából, mert ugye a verseny közben amúgy is nehéz lesz ilyesmit szervezni. Őshonos állatot? Na, az rég volt. Pécs-Debrecen 6 óra két átszállással. Miért kell az két átszállás? Budapestből nem megy Debrecen? Vagy a várjál, mert hogy a pécsi az a déliből indul, és a debreceni meg a nyugatiból, mi? Pécsre keletiből is megy. Keleti? De Debrecenben nyugatiból megy, nem? Szia, cica. Nem vagyok képben amúgy, úgyhogy csak az emlékeimet mondtam. Gondolom Horvátország, nem? Vagy mi ez? Nagyon horvát színekben pompázik ez a rendőrautó, de közben meg hol vannak ott ilyen hegyek? Itt nem találtam semmit. Ott délen, amit... nem fogom megtalálni. Hát ott lesz hegy, Dubrovnik. Ja, hogy Andorra volt. Hát azt nem ismerjük fel ezen a streamen Andorra. Oregon is szelleme kísért minket. Igen. Itt van a cseten, azért nem ment. Az ő hibája. Andorra jövősoros állat, jogos amúgy. Addig keres valami balti izét, vonatot. Andorrára oda van írva az, hogy Pireneusok. És a legközelebbi őshonos állat, készüljetek, a flamenco és a flamingo. Cica, mit szólsz ehhez? A városunk neve jó dajciai, és a C betű tetején van ilyen apostróf. Úgyhogy gyanítom, hogy itt van talán? Biztos, hogy meg lehet találni, de én megyek Kaunasra. Ja, én se találtam vonatot, úgyhogy csalok. Nem baj, úgyis én voltam közelebb. Nem csaltál. Nagy ország Magyarország, ja. Hát gondolom valami... Hát amúgy nem tudom, hogy ez mennyire dél. Nézzük meg a napot. Na, te gondolom, ezt lehet, hogy eléggé éjszakra is el tudom képzelni. Ja, elég erőteljesen délre van a nap. Így pontokon tökre Norvég vibe-on volt. Keresünk valami információt, na kijutottam egy nagy útra végre. Milyen zene ez is, hallod? Nagyon kemény. Nem lehet elolvasni semmit, annyira rossz. De mindegy, Svédországban fogunk találni mindenhol vonatot, azzal nem lesz baj. Próbálok kiérni a városba, hát megtalálom. Én ezt ilyen norvég határ közelébe tenném valahova. Ezért találtam kék-fehér oszlopot, azt nem azt mondtad, hogy ez finnekre? Finn és svéd. Nemző. Azt vágom csak, hogy nem lehet, hogy... Ja. Szóval nem, akkor nem ilyen régió specifikus. Nem. Nem, fix az E4-en megyünk. Ez nem sokat fog segíteni. Mindegy, akkor rakok Umeóba. Ott átmegy az E4. Itt megy egy vonat. De nem lepre meg, hogyha éjszakabbra lenne, Kiruna vagy ilyesmi. Ah. Oké. Kínában a vonat 500 km-t megy egy óra alatt, ez keménye. Oh shit, oh, ez valaki ez... gyorsan rakja egy 5K-ért egy Midway atolt. Amúgy igen, ez megmentene minket. Valaki váltson be egy Midway atolt, és akkor rakhatok. Itt nincs vonat.
Na, ki lesz az a bátor? Ki menti meg a napot? Meg is van. Meg van. Köszi, Oragari. Oh, shit. Teljesen terrible. Kettő pont. Most már ide nem megnyerik. Hát, ha nem nyerik, meg visszautalom Oragarinak a pénz. Oh shit. Ó, oh, ne csináld velem. Dél-Afrikában menjél, amiben banéba keresem, de itt nincsen. Ezt bebuktuk. Hát itt se látok egyelőre. Ja. Azért Oragari volt a... Ő volt az este hőse, azért vagyunk. Midway attól. De azért köszönjük, beváltottad. Close, hát. Pekes volt a seed. Riga áthúzva. Igen, éppen hagytuk Rigát. Van vonat? Van vonat. És amúgy, ha ez valid, akkor... Akkor még jó fele is megyünk. Dél kelet fele. Jaj, én már keresem, hogy hívják, hát azt a Draylinit. Hát azt nem találom. De az az igazság, hogy már elég elfáradtam ebben. Úgyhogy lehet, hogy nem is keresném. 20 játékos van Karin? Amúgy mindjárt megnézzük az e-sport menedzsert, hogy hogy állunk. Fixen berakom Ogrét. Aha, Andrejli. Hát a következő zoom szint kiírta volna. Ó, baj. Itt van. Ja. Lerakom. Fix as fox van a táblám. Ne. Jó. Hasznos info. Itt van még vonat. Most vettem észre amúgy. Először nem vettem észre. Nice. Milyen sugárutak vannak itt, kemény? Flores, becsapjuk a vonatot. Szinte látszik, hogy izé... Oh, Chile. Látszik, hogy francia gyarmat volt. Honnan tudod, hogy Chile? Hát a chilei oszlopból fehér Google autó. És a fekete utca tábla az is valid? Ja, nekem ez elég meggyőző. Na figyelj, Santiago-ból itt van egy végállomás, induljunk el. Én megyek lefele, te meg fölfele, aztán valameddig eljutunk. Mit szólsz? Merre megyek? Nem tudom, én szerintem ez csak simán... Hát, Santiago óta éjszakra raknám ezt. Akkor keressünk egy olyat. Nézzük meg a napot. Szia, cica, éhes vagy már? Hát még korán van ahhoz. Gyere akkor ide. Így is van. Lehet, hogy feljövök erre a La Serenára. Mi az, cica, nem tetszik itt neked? Jézusom. Ide lerakom. Maradok Santiago-ba.
Nem. Menni kell. Vagy mennyi idő alatt merül le az elem ebben? Lehet, hogy inkább Santiago volt. Nice. Na, hát ezt flow, ezzel megnyertük vasutasba. Gyere, cica. Itt dorombolj egy kicsit nekem, az jó lenne. Nézzük meg az e-sport menedzsert amúgy gyorsan. Csak egy pillanat alatt. Szóval elindult a nevezés a versenyre. Itt van. És már 20 ember itt van. Azért az kemény. Van egy-két olyan, akiről nem tudom, hogy kicsoda. Hú, Sotja például. Ő fönn van a Discordom. Igen, fönt van, teljesen valid. Van egy olyan, ez a Lampi, aki nincs fönn a Discordon, úgyhogy neki majd írni kell. És ő amúgy a profiát se állította be jól. Mert itt csak annyi majd beírva, hogy Lampi. Szóval... Ja. Úgyhogy nagyon menő. Jó, sokan leszünk, tetszik. Remélem, hogy még többen leszünk. Unknown se regisztrál Discordon? Akkor Unknownnak még regisztrálnia kell majd a Discordon is. De hát ő szokott itt lenni, szerintem ő fönn van, nem? Majd kiderül. Indítom közben. Van még vicc a tarsődben amúgy? Vicc már nem nagyon. Ez nagyon nehéz volt érdemit találni. Egy szót tudnék-e szólni a versenyről? Igen. Jövő hét szombaton lesz az első verseny, jövő hét szombat este 7-kor. És 4 héten keresztül lesznek a kvalifikációk, 4 kvali. És mind a 4 versenynek a nyertese jut be a döntőbe. És minden héten más térképen fogunk játszani. Rá kell nyomnod a start game-re, uram. Ja, írtál neki? Jó, oké. Okay. Majd annak az elbetűs emberünknek kell majd még szólni, hogy be tudjon regisztrálni a Discordon. Oakland City van. Van ott egyáltalán? Nem tudom. Szerintem igen, csak hol volt? Itt van. Oké. Okay. Azért megértes ilyesen. Úgy akartam egy szavazást csinálni, de az a baj, hogy most már egyre kevesebben leszünk, mert este 10 van. De azért megcsinálom ezt a szavazást a Twitch-em. Addig beötkázod ezt a potenciálisan brazil helyszínt. Valószínű. Keres telefonszámot addig. Ne. Na, íme egy szavazás a Twitch-eseknek. A jövő héttől valószínűleg korábban lesznek a streamek, nem így este 8-tól. És az érdekelne, hogy mikortól jó az embereknek. 77 van a kocsin, de ugye az egy mozgó jármű, úgyhogy... Mindegy, akkor viszont viszonylag éjszakra megyek én. Keresek mondjuk itt Salvadorban egy vonatot. Ez esetleg? Nem. Pedig már elhittem. São João. Ó, itt van egy vonat. Találtam egyet. Na mindegy. Keres valami vonatot, aztán ennyi. Nehéz. Brazíliában nehéz. Repülőteret talált. Okay. State Streak 1. Magyar ellenfelünk van, láttad? Nem figyeltem. Dél-Koreában van. Biztosan.
Hát én itt tuti csak Biztosan. busamba megyek. Ott búsulsz. Hát, tudod, van a film, a Train to Busan. Nézzük, hogy van-e vulkáni kő. Nem látok vulkáni követ. Akkor jó lesz így. Ja, szóval jövő szombaton 7-től indul a buli. Vince lesz az első kommentátor. És én nagy izgalmakra számítok, remélem, hogy tetszeni fog a formátum mindenkinek. És remélem, hogy nem tart 6 órán keresztül majd a verseny. Szóval, mit szavaztatok? Aha. 5-től senki nem tudna jönni. 6-tól kevesen, de 7-től a többség már tudna jönni. Oké. Okay. Jó, ezt jó tudni, köszi. Ez megint Új-Zéland, vagy mi ez? Én Új-Zélandot rakok, nem tudom, hogy az-e. Oké. Okay. Itt bajos lesz a dolog. Jó, Bloemfonteinbe találtam. Nem tudom, hogy ez lehet Lesotho amúgy. Ugye a távolban vannak eléggé Lesothóinak kinéző hegyek. De Mazeruban nem látok vonatot. Szóval én maradok szerintem Bloemfonteinben. És hát nem tudom, te meg valami Johannesburg vagy ilyesmi. Keresgélek, hát ha találok valami érdemi infót. Áj, nem keresgélek itt, én rakom ezt. Jó. Nézzük Johannesbe, hol van vonat. Á, itt. Szerintem sokkal közelebb nem rakhattál volna amúgy, mert Babaniban nem találtam, amikor legutóbb néztem. Na, szerintem menjen még egy, és aztán játszunk közösségi játékot. Még majd egy 3 mémet nézzünk ezután. Jó. Oragari, majd el tudod küldeni, ahol lesz a verseny. Mondjuk az a baj, hogyha nem az elején vannak, akkor nem fogom tudni nézni. Milyen fura járkány, ezt nézd meg itt a kiinduló helyen. Ezt a motor húzza? Aha. Aha. Kemény. Első meccs rögtön? Jó, akkor arra becsatlakozunk majd. Nyilván ez kambó. Ah, itt van. Jó, akkor viszont megnézem szerintem azt a két meccset, és akkor annyi lesz már a stream, tehát majd elbúcsúzom. Sajnos akkor sem tudom én nézni, hogyha ők nyernek esetleg. Nyomok majd raidet, aha. Ez mi? Nigéria. Ja. És itt is elég vörös minden. Benigle. Tehát akkor az... hogy hívják azt? Nem Benin City? Nincs ilyen? Vagy az nem itt van? Itt van Benin City. Na, szerintem itt leszünk. Itt van vonat. Airportja van, az fix.
Adatot nem látok. Ez nehéz. Hát akkor viszont Lagos. Várjál csak, azt fogom csinálni, Lagosra megkeresem azt a vonatot, amit már a múltkor megtaláltunk. És minél közelebb jössz fel. Igen. Hol van? Most nem is találom meg. Lagoszba. Kigolyózik a szememettől. Nem találom. Help, uram. Átkeresem, de... Ó, itt van. Itt van. Eljövök a helyzébe, hogy ne csaljak. Sem eddig nem megy el. De még Benisztin is túl volt. Abban a városban jól láttam, pont volt vonatú. Rip. Tough luck. Na, itt valami jó kis kukameta. Kukameta itt. Kétlem. A híres maláj kukameta. Csak van valami. Illene szerintem Malajziában, hogy legyen. Já, találtam. Micsoda hegy van itt, hallod? Az kemény. Van matrica? Azt azért nézzük már meg. Lehet, hogy túloldalra kéne tenni. Vonatot találtam följebb. És itt van egy hegy is emellett a városban. Nincs matrica. És az mit akar? Hát azt lehet, hogy a túloldalra kell tenni kucsinkba. Már itt van egy tábla, amin... Kurang Kan Lajú. Ez nem vonat. Nem tudom, miért néztem annak. Cebu, az is egy viszonylag nagy hely, nem? Itt nincs vonat viszont a túloldalon. Ami baj. Oké, akkor Szaba. Itt van Cebu. Vagy mi volt az izé? Ne, ott kerestem vonatot, nem találtam. Jaj. Itt sincs. Pedig szerintem itt lesz a túloldalon a hely. Akkor ez... keres minél keletebbre vonat. Vagy egyébként, ja, minél keletebbre vonat. Mindegy, még első, vagy mi harmadik kör, úgyhogy nem számít. Főleg, ha az országot se tudja. Ja. Ó, kicsit gyorsabban kéne játszanom, mert már negyed múlt. Mikortól lesz a meccs? Félkor. Akkor ma nem lesz közösségi, vagy ment. Hát egy közösségi szerintem belefér, mert az lemegy 3 perc alatt, vagy 4. Piros Verda van, ha jól látom. Piros Verda? Hát nekem annak tűnik, egy tükröződésben. Lehet veszt amúgy felőlem, akkor rakok egy perc, de az nem kell ide komitáljunk. Ha egyáltalán itt találok valamit. Igen, találtam. Lerakom. Úgy tudom, a piros autó az nyugat, de én nálam nem volt piros autó amúgy. Nem tudom, hogy van-e itt vonat. Hát szerintem, ó, mert ez még nem elég amúgy. Éppen nem elég. Na, gyerünk. Kolumbia. Oh, majd itt. Jaja. Nem tudom, hány vonat van ott. Ezt a taxit meg akarom nézni közelebbről. Nem lehetett. Keres addig vonatot, én nézem a várost. Jó. Bogota. Fix. Ja. Jó, találtam. Kalóztrémre már jók lennék. lehet, hogy nem lesz. Ekvádorba se volt. De, találtam egyet. Repülőtér.
Ti csak két sávos, jól látom. Egy sávoson vagyok. Kemény. Hé, valahol vezet amúgy. Itt már két sávos lenn. Ja, vége van. Na, jó van, gégé. Szia, Célling. Volt? Na, akkor megnyitom a parti szobát. És szerintem kettő gyorsan belefér, vagy másfél, vagy nem tudom. Legyen a magyar vonat, most mag, vagy csak az első, az biztos magyar lesz, persze. Berakom a linket. Q, ami KQTC a link. És akkor mi volt az Hungarian Railway Stations? Zománsz lecserélte az avatarját, azt nézd meg. Hát nálam izé, nálam ez a, az a bugos izé van, vagy ez nem a bugos? Amikor úgy néz ki, hogy nincs rajta semmi lényegében. Én nem tudok róla, hogy van ilyen. Na, így lehet csatlakozni hozzánk, átállítom a dolgokat, és már nyomjuk is. Addig nézzünk mémeket, amíg becsatlakoznak az emberek. Oké. Okay. Pontosan érkező MÁV vonatok, Google keresés. A keresett kifejezés egyetlen dokumentumban sem található meg. Ja, ez jó. Ez jó. A kláncok, amiket a divat cégek próbálnak eladni férfiaknak. A kláncok, amiket a férfiak akarnak. Ja. MÁV síp. Ilyen tényleg létezik amúgy? MÁV márkájú síp. Gondolom nem a mai korok gyermeke. És milyen hatalmas lyuk van itt amúgy. Biztos baromi mélyen szólt. Kemény. Felhívjuk kedves utasaink figyelmét, hogy a járat csak. Székesfehérvár, Siófok, Zamárti, Balaton, Földver, Balaton, Szerszó, Balaton, Szemes, Balaton, Lele, Balaton, Bogár, Fonyód, Balaton, Fegyves, Balaton, Mária, Fürdő, Balaton, Szent György, Vörös, Sámolj és Szalakomáron áll meg. Igen, ez jó. Most képzeld el azt, hogy ezt amikor nem droiddal mondták még. Valaki beolvasta. Hát valószínűleg két nap után fejből tudta már. Ezzel aludt egész nap. Elmondta napi 15-ször. Jó. Na indítom a parti játékot. Hála az égnek, hogy megtaláltam. Ez nagyon stresszes volt. Esküvőm, találtam, hogy mit kellett volna keresni. Volt a, az emléktáblán volt kis kunhalas. Az emléktáblán. Kennek, Gerinek is nekem lett meg. Szóval nem is tudom. Csúcsú! Nem tudom még, hogy mire fogom ezt használni. Ha valakinek van ötlete, akkor mondjátok meg. Meg a pirosra is tök jó lenne. Valami ötlet. Egy sincs meg az 5K. Oravarinak lehet, hogy meglett. Oravarinak meglett az 5K. Szép volt. Na ezt már sokan megtalálták. Amúgy igazad van, már most már itt jól jelenik meg az Ománsznak az ikonja. Ezért mondom.
Na, mehet a vibe guessing. Beváltató neki egy kalózmódot. Akkor nem gondolkodom a tippemen. Ugye Balaton vagy annál nagyobb méretű tóba kell rakjam. Hallod? Amúgy volt egy ötkánk itt. Kenny tudta, Lajos Mize. Honnan? Lehet a környéken, aki... Őrületes. Tudja, hol van a temető a izésének mellett. Hát amúgy nem olyan rossz. Ja, jó helyen vagyok. Nice. Na, ez csak nekem lett meg. A buszon hát, volt tudtam. Törökszent Miklós. Igen, igen. Csak azért nem találtam, hogy hol van Törökszent Miklós. Na. Vezetek a negyedik kör végén, de nem sok előnyöm van. Ha rosszat tippelek, akkor simán meg lehet bárkinek a win. Ah, nem bárkinek, az első három embernek. Ó, egy jó fekete képernyő, az jó, jó. Ó. Oh. Oké. Okay. Most nem mondod komolyan. Jó van. Fel is veszem. Így megalázni, és elvenni tőlem a vint. Cica, mit csinálsz? Rip. Na, Kenny nyerte meg ezt a partit. Geri lett a második, én a harmadik. Oragari, Szatbalú, Német Gellért gyanítom, Milú, Majom, Zománc és Danner a top 10. Azért nem Ferihegyre tettem, mert kalózmód volt, vízbe kellett tegyem. Beváltotta amúgy nem kettő. Itt van a kód, még egyet gyorsan elindítok, és közben Oragari elküldött, létszi még egyszer ezt a streamet. Á, megvan, 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 nem kell még egyszer elküldeni. Köszi, köszi. De még offline. Úgyhogy mi nem vagyunk lemaradva a versenyről. Ha jól látom. I like trains, legyen egy I like trains. Indítom. Holy shit, ez nagyon jól néz ki. Ez nagyon ötletes. Azta. Kicsit confused vagyok azzal kapcsolatban, hogy hol van. Hallod, időm se lesz találni egy vonatot. Nem vagyok jó helyen, de nem tudom, mit csináljuk. Komoly. Oké. Okay. Hát láttam a CD szöveget, de a távolban volt zöld tábla, és mire kitaláltam, hogy mi legyen, addigra már mindegy volt. Szépen elmentem Bulgáriába. Szép volt. Oragaritól. Ez nagyon menő nézett ki.
szép tippek Japánban. Ha most beváltod az őshonos állatot, lehet kérni, hogy melyik ország? Nem, a következő helyszínnek az országára vonatkozik az. Tök jó, mennyire hasonlít a hévre. Not good enough. A magyar mapon elfelejtetted? Megmondom neked szívesen, hogy mi van Magyarországra írva. Ó, oh, elindult a stream. Úgy hallom. Nem, csak... Oh, oké, okay, le volt némítva eddig. Jó. A copyrightos zene miatt. Na, negyedik kör után, hát Oragari megtartotta az első helyét. Előttem vezet kb. 2000 ponttal, ami elég sok sajnos, úgyhogy így elég nehéz lesz megfogni. Itt meg végképp. Szóval Magyarországhoz közel a kőszáli kecske van. És Hollandiánál a legközelebb a Brandenburgi kapu van. Úgyhogy itt nincs állat ezen a környéken. Na, Oragari behúzta ezt. A moszkvai tipjével gyakorlatilag lehetetlen volt. Illetem a második, Geri a harmadik, Kenny, Majom, Németh Gellért, Petkóka, Zománc, Gabi és Nihil a top 10. Na, és most már élő a stream. Úgyhogy szerintem most több közösségi nem lesz. Mondjuk megnézzük, hogy mikor kezdődik. Mert még várakozás van. Akkor még lehet, hogy indítok egyet, aztán maximum nem játsszuk végig, vagy nem tudom. Szia, Hun Perec! Örülök, hogy ide találtál a TikTokról. Itt mindenki ilyen pro, vagy csak stream sniper mindenki? Szerintem itt most elég sokan tudták, hogy mi van. No, még páran nem léptek ki a menübe. Majom, te jössz még játszani? Igen, csak nagyon cseteltem. Ah. Oragari stream sniper, hát igen. A moszkvai tipjével lelopta az ötletemet. Na mindegy, elindítom, mert még nem indult el a meccs. Úgyhogy... Gondolatbűnözés volt, tudta, hogy hova nem fogsz tenni, és oda rakod. Igen. Oh-oh. Ez nem olyan jó hír itt. Ez egyáltalán nem jó hír. Jó, találtam egy várost. Örülök neki. Akkor is, hogyha nem ott van. Ó, oh, wow. Ezt olyan éjszakra nem raktam volna. Na, nekem is sivatagi. Szép volt. Petkóka nagyon szép tippet rakott. Szomszéd államban van. Mennyivel királyabb Twitch-en nézni? Hát igen, ezért ajánlom mindenkinek, hogy
jöjjön ide. Veszélyes a fickó, belelát a gondolataidba. Ja. De azóta kifejlesztette. Andorra után látta, hogy ez nagyon nem jó, hogy nem lát bele a gondolataimba eléggé. És most már ez megváltozott. Kalózmód. Az amúgy most jól jöhet. Az most nagyon jól jöhet. Nyugi, van sapka. Mondjuk, ha nem tudom, hogy hol vagyunk, akkor nem jön jól. Miért ilyen hitvány ez a felvétel? Teljesen vakon vagyok. Arr. Lehet, hogy nem itt kellett volna a kalózmódot ellőni, ugye? Vakon voltam, de én lettem legközelebb, így is. Nice. Teljesen fogalmatlan voltam. Hát volt egy-két portugálnak tűnő rendszám. Ennyi. Húha. Kalózmód nem volt rossz, de spórolnom kellett volna vele. Amúgy gondoltam, hogy Dánia inkább, mert volt egy sárga rendszám, de nem tudtam, hogy hol vannak ilyen hegyek Dániában. Masszív dombok voltak. Soha nem jutott volna eszembe. Ha nem látom azt az egy darab sárga rendszámot. Kezdődik a verseny? De hát még nem kezdődik. Nézem a streamet. Jó, utolsó kör. Nem tudom, hogy mi ez. Ezt nem értem, azt a táblát ott. Azt sem értem ott. De jó tippeltem. Én sem vettem észre. Viszont Petkóka még jobbat tippelt. Petkóka nyerte meg, életem a második. Kenny, Roham, Szivacs, Geri, Nihil, Zománc, Majom, Szat, Balú és Milu. Nézzük a streamet, még nem indult el. Amúgy Lisszabon, New York-kal szemben van. Te kutya! Na, ezt a videót még én is láttam. abból annyi remix van már izén TikTokon. Hát arra gondoltam... Bocsi... Arra gondoltam, Oragari, hogy megnézzük a meccseket, és most már viszont Watch Partizunk, mert elindult. Tehát arra gondoltam, hogy megnézzük így a Watch Partiban a meccseket, és aztán utána beréidelem, miután lejátszottuk. Sorry, majom, hogy itt beléd folytottam a szót. Na, semmi. Most mit csináljak, addig elindítsam, amíg ezek beszélgetnek? Jó, hogy ti ezt most nem is látjátok, hoppá. Meg sokan offline vannak az éve a közösségben, úgyhogy. Ja. Így már látjátok, ugye? Igen. Ja, itt van Szalek, és itt van a magyar közösségnek még három másik tagja. Pekjes lett nekik a sorsolás. Na jó, ez a zene, ez...
Megőrjít. Majon maradsz kommentálni? Hát már amennyire értek a dolgokhoz, persze maradhatunk. Fehér Twitch. Sose tűnt fel. Rakjak hangot rá. Mondjuk így. Sose jutott eszembe ezt Dark Mode-ra rakni. I think we should get ready to rock and roll. I believe a bunch of the players that were playing in the first game were rocking the... A gong megvan még? Persze, hogy megvan. Többen néznek engem, mint őt. Ami még nem indult el a verseny. Yeah, Gardic Phone. Oh, it was Gardic Phone. For some reason I was thinking Jackbox Party. Yeah, just playing Gardic Phone, waiting for the stream to get going. No, nothing wrong with that. Nothing wrong with that. Induljon már. Phone's fun. Mi kell az, hogy elinduljon ez most azonnal. Itt vannak magyarok, igen, az első két meccsben garantáltan lesz két, illetve összesen négy magyar. Ha jól láttam. Én amúgy így a közösségi eseményekkel le vagyok maradva, ez tulajdonképpen most melyik verseny? Szerintem ezt ő szervezi, nem? TGS, Stacked. Cheddarman, Max, Lightray, Truni, Ali, Two Chins, everyone. Valaki megmondja, hogy ezeket ők szervezik, ezeket a versenyeket? Steve-o és Duck Babies szervezi. Minden héten van, az menő. Na, a Szalek már benn van. Ott a pipája is. Kirakjam full screenbe, úgy jobb amúgy. Így érdekes, mert hogy... Mozi mód. Ez még jobb. Így látjuk a chatet is, meg mindent. És a kamerán pont kitakarja az ő kamerájukat. Á, nem teljesen. Sorry. A Spotify-t elrejtem, úgy hallgatom most már zenét. Ó, de amúgy ez tök menő most, ha elrejtem a kamerámat, látjátok, hogy kiírják a csapatokat ide. Ezt nekem is meg kell majd csinálni, ezt az overlay-t a versenyre. A chatet nem lehet átrakni balra? Nem. Talán így jobb. Így annyi gameplayt láttok pont, mint én. TikToknak is megigazítom, bár TikTokon már alig néz valaki, de nem baj. Na. Amúgy nem tudom, engem idegesít az, hogy a piros nem bal oldalon van. Nem a pirosnak kéne bal oldalon lennie? Ezt mondjátok már meg nekem. Valahogy... Nekem furák a színek így. Ó, hogy ez NMPZ. Hát akkor nagy kommentár nem lesz. Debrével játszottam már? Nem. De ami késik, nem múlik. Megkezdtük. Érdekes amúgy, hogy összenyomja a képet. Mert hogy nem hiányzik semmi a képről, de mégse full screen. Jó, indóba vagyunk, ott van ez a féloldalas cucc. Ezt gondolom mindenki fogja tudni, hogy mi. Én nem emlékszem, hogy mi. De ezek olajpálmák, úgyhogy a Sumatra, Kalimantan, és úgy látom, hogy Sumatrára megy mindenki. Ha most választanod kéne, kivel játszanál, Szalek vagy Debre? Hát nyilván Debre. Szerintem Szaleket könnyebben ráveszem. Azt gondolom, bár mostanában nagyon eltűnt, nem nagyon írogat a Discordon. Korábban se írt nagyon, mondjuk, ez igaz. Faoszlop, full fehér vonalak nap éjszakra. Ez valami déli lesz. A weboldalon a kép arányt. Na ez az, amit ők kiadnak stream. Konkrétan azt nézzük. Vagy nem tudom, hogy jól értem a kérdést. Eléggé konfident a kék csapat, és igazuk is van. A piros csapat is nagyon konfident volt. Szalek volt legközelebb, nice.
Elfrissz szobb csolyom. A harmadik körben megkezdődik a szorzó. We do like milk half and half or like juices. Ilyen rácsos oszlop. De az az igazság, hogy nem tudom mi ez. Nagyon homokos talaj. Texasra mennek. A Mexikó, az épületek tetszenek Mexikóra, de nem tudom, ez nekem nem jutott volna eszembe. Dél-Amerika vibe volt, nekem inkább. Nem tudom mi ez. A Mexikó, Mexikó menés éjszakra teszik. Don't give up, török. Azt nem értem ezt a mémet. Mit nézünk? Ez most egy verseny, amin magyar játékosok elindultak. Ez a streamnek a legvége amúgy, tehát még kettő meccset fogunk nézni. Ez az első. Úgyhogy lemaradtál a streamről, de annyira nem maradtál. Elki nem, itt korábban itt voltál, látom is, hogy adtál fagyit, amit köszönök. Oké. Nem szabadulunk Amerikából. Az jó, 1100. De engem amúgy most ez teljesen megcsesz, hogy Szalek a pirosban van, de ők vannak jobbra. Itt a baloldali overlay-en balra vannak, de amúgy jobbra vannak. Jó, hát ez 0 pont, ez a kör. Azt hittem, hogy tényleg azt hittem, hogy izé szó viccet írtál. Mondjuk én mennék egy picit északabbra is. Az ilyen barna házakkal, szerintem északabbra is lehet. De van tégla is, úgyhogy vegyes. Oké, London. Ó, az Wimbledon mellett volt, jól láttam. Az egyik legszebb helyem, ahol valaha voltam életemben, az Wimbledonban van. Vissza Mexikóban, gondolom. Szimpla sárga van. Meg kaktusz. Reading rá volt írva a konténerre. Hol támad a macska, ne éges ki. Láttam, hogy ez lebik mozog. SLP color wheeler. I mean if it's just Baja. That's not. Csak Potosi. Milyen térképen játszanak, azt tudjuk. Tényleg majom, te játszottál már NPC párbajt. Nem tudtam még ugye játszani NPC párbajt. Az NPC, amikor meg se lehet fordulni, ugye? Aha. Ja, ja. Aha. Olyat még nem tudtam, ezért szoktam, no move-okat szoktam tolni, ugye goldba. Less extreme region guessing. A less extreme az azért, mert hogy több ország van benne, mint az extreme-ben, ugye? Na, ez sok pont lehet most valakinek, ha valaki beplonkolja, de pont kettőjük között van. Mi alapján álltak össze a csapatok? Összebeszéltek előtte? Vagy vannak, akik spanok, és így a pro színában? Igen. Ez a kettő együtt. Összebeszéltek előtte, és spanok. Szerintem. Gen 2. Mi ez? Észak-Norvégia, ever. Ilyen, nem annyira észak. Lofoten maximum, szerintem. A Norvégia szakértünk megmondja a tuti. De én egy Bergent küldenék azért, van is egy Bergen a kék csapatban. Ott is van ilyen felvétel. Ja, Lofoten fölött picivel. Gen 2 Norvég, az nehéz, mert a smudge-okat nem lehet látni. Most ez mi? Valami Európa cucc? Orosz? Mint EU-s rendszám lett volna, de ez az antennával gondolom orosz. És nem tudom, hogy Európában milyen ország lehet benn. Német, francia, lengyel és kb. Ennyi. Nem tudom az országlistát. Román, francia, lengyel, spanyol, svéd, olasz. Oké. Okay.
kézikönyved az országok nevével? What? És ki az a Dávid? Jerome's in Bryansk. Hosszú antenna van. Van egy Kaliningrád tipp a kékektől, az izgalmas. Az izgalmas. De nem ott volt. Reggelig itt leszünk, úgy látszik. De amúgy eddig dominálnak szalekék. Mondja csipegetés. Ja, 250 HP-t vesztettek. Na ez mi? Nyírfás random orosz kör. Valami fura zöld blurrel, vagy nem tudom miért zöld ez itt balra. Tök durva, hogy ezt tudják egy régióra. Hát a nyírfa az Cseljabinsktől keletre. És kb. A pirosak elképesztő konfidentek, figyeljétek, mit raktak. Csak Omszk. Most már hatos szorzó Norvégiában. Most kell egy jó kuka, mi? Hát a kuka itt nem ártana, az a baj, ez lehet dél. Ez... Nem tudom, szerintem ez viszonylag dél. Tetszik, amit a kék csinált. Trondheimtól északra ezt nem raknám, de az a baj, hogy itt semmit nem látok, ami lehetne. Ja, Oszló. Még biztosak voltak abban is, hogy a határezet ment, úgyhogy ennyire közel. A vége is van. Ez komoly, komoly teljesítmény volt Szalekéktől. Ez ilyenkor B.O. egy szal egy meccses? Szerintem igen. Jaja. Hát figyelj, így is azért tizen nem tudom hány helyszínen keresztül tartott. És pont a végében nyerték meg egy oszloplonka. Nice. Na, hát most jön akkor a világbajnok. Bakóni Sanchez. Egy szavazást indítok, persze. Persze. Tessék. Jó ötlet volt a Predi, amúgy indítani kellett volna a stream közben is végig. Na, gyerünk, srácok! Bakóni Sanchez. Mostantól így fogom hívni szerencsétlent. Jannon valamiért ki lett írtva. Hát a kommentátor miatt szerintem. Igen, a két kommentátor van egyik és másik csapatban. Így lesz a jövő héten is, nem? Vaja? Igazad van. Nem tudom. Ah, már kilépett Jerome. Oké, igazad volt. Na, hogy álltok a szavazásokkal? Kétharmad, egyharmad a világbajnokéknak, úgyhogy teljesen real, szerintem. És jó sokat feltettetek. Bezzeg a heti célomban nem tettetek ennyit. Na, nyomjuk. Szurkolunk a pirosaknak. 10K-t Vincékre, az bár... On, jó kezdet! Jó kezdet. Még 20 ilyet. Konszus is tudni fog el, nyilván. De ennél jobbat nem lehet kérni szerintem Vincéknek, mint hogy azt az országot, amiről ő írta a könyvet, beadja. Ott van az 5K. 5K chatbe, gyerünk 5K chatbe most rögtön. Kár, hogy ilyen első körös volt. Ja. Stop the count.
Slap the count. A fordulatnak is pont eszébe jut. Na jó, ez mi a búj? Ez nem tudom mi ez. Szerinted ez mi? Majom, mit mondasz? Ötletem nincs. Franciát mennek. Elhiszem, ha ez az. Nem értem. Ez a baloldali tető, ez elég alpesi, de ezen kívül pff, semmi. Ja. Vigyed még kis büntetés. Ja. Spanyol. Ó, nagyon konfident a kék csapat. Hát az a baloldali leszotói hegy az nem északra van Madridtól, amúgy ott láttam egy ilyet. Most nem teszem, hogy hívják azt a várost, ami mellett van. Egy ilyen nagyon fensíkos, nem. Nem az volt, amire gondoltam, de Madrid tippel közelebb lett volna mindenki. Na, ki lett osztva a dom. Na, egy remek India, I guess. Egyet értenek. Biztos lesz egy Uttar Pradesh valakitől. Ahogy néztem, szeretnek oda tippelni a magyarok. Nem volt Uttar Pradesh. Oké. Okay. Elvesszük azt a 100 pontot. Igen, megy a csipegetés. Indó? Wow. Mi ez? Nem. Táj. Ja, az az oszlop az négyzet alakúnak tűnik. Valós. És a dél felé néz a szatellit cucc is. Vörös a föld, Kambodzsa határhoz raknám ezt. Ott, ahol a jobb alsó van a kékek közül, nekem azt tetszik a legjobban. Ja, Kambodzsa határ. Na, de megint elvettek némi pontot. Ja, ez jó volt, ez jó volt. Konzisztencia, az fog nyerni itt. És egy újabb India, ez fájhat, most már hármas szorzónál. Nagy farmföldek most éjszakra komitálnak a kékek, ezt meg is értem. Nagyon-nagyon magabiztosak. Ez kicsit ijesztő. Nehogy konzisztenciája. Jaja. Nagyszerű. Milóék is tudják. És ami azt jelenti, Miló van legközelebb. Elveszük ezt a 150 pontot is. Nagy siker lenne. Guardrail. Ez német? De várjál, a copyright az nem jó. Hogy de? Hát ezt nem látom, hogy milyen copyright. De elhiszem, hogy német. Nagyon más nem lehet B-típusúan. Miló van itt is legközelebb. Na gyerünk. Nagyon szépen tartják magukat. Jön a cínege. Oh, shit. Fülöp-szigetek? Az a baloldali ház, az nekem inkább indú. De Tájföldön is van ilyen út, ami szintén tetszik. De a baloldali épületek, az nekem kicsit fura tájnak, de elhiszem, ha ez az. Elég erőteljesen táj. Komitálnak. Van-e delay a versenyes streamjén? Hát ugye biztos, hogy van delay az ő streamjükön is, meg ugye az enyémen is, tehát ti kb. Egy 20 másodperccel később látjátok, ami történik, ahhoz képest, ahogy Bakonyék rakját a tippet. Yeah,
supposed to go. Jó, hogy a versenyen is van delay, oké. Okay. Ez mi? Olasz, fekete a hátulja. Semmi más nem tudok itt elképzelni. Tényleg olasz, ezek szerint. Az fájni fog. Az 3300. Mi volt itt az olaszos ismertetőjel? A tábla hátulja feketére volt festve, arra jutott nekem eszembe. Én azt nem látom azt a fekete-fehér oszlopot, elhiszem, hogy az olyan, és akkor az egyértelmű Peru. Okay, where car marker north of there and Huancayo just a bit south of it. Éjszaka amúgy tetszik itt, de inkább dél volt. Uff. Hát ez így vége. Hát nem mondanám, hogy megérdemelt, de beplonkolt az olaszt is, meg a Perut is. Áll neki. Nagyon szépen játszottak amúgy. Nagyon szépen játszottak. De hát szerintem körszámba szerintem ők nyertek amúgy. Igen. Na, hát reméljük, hogy jövő héten is lehet majd őket követni. Na, pontosan 11 óra van, úgyhogy tökéletesen időben vagyunk ahhoz, hogy befejezzük ezt a streamet, beréideljük akkor őket, és nézhetitek tovább a versenyt. Szaleket még lehet ugye követni majd a 9. meccsben, ha valaki addig fennmarad. De akkor mára ennyi, indítom a raidet. És legközelebb kedden találkozunk, a Predit mindjárt lezárom, igen. Majd miután megtörtént a raid, akkor lezárom a Predit. Kedden találkozunk este.